Lassan. Állj meg. Kösz. Jó napot kívánok! Jó napot! Forvajra! Levetel Csaba vagyok. Barátom Frici. Fogel Frigyes. Milyen az élet itt? Ja. Jó az élet? Ja, ja. Na. Csöndes. Csöndes, aha. Milyen jó emlékérme van. Igen. Ja tényleg, ez a kiváló dolgozó, ugye ez volt annak kiváló dolgozó? És ön kapta ezt a kiváló dolgozót? Nem. És a fiatalok jönnek ide, szeretnének dolgozni? Hogy látja? Hát, igen, nem nagyon. Nem nagyon? Miért? Egy-kettő veszett. Egy-kettő, ha? Mert most nagy a divat, azt mondják, hogy kijönnek, hogy biogazdálkodás, meg minden. Próbálkoznának. Próbálkoznának, aha. Szétnéznek. És utána elmenekülnek, mi? Ugye ilyenkor megjavulj, de ha bejön a sár, ugye itt közlekedni. Akkor nehéz, ugye? Ugye azért is szűnt meg ez a falu itt. Ezért szűnt meg a falu. Tehát az út viszonyok, igen. Értem, aha. 5 kilométer, ugye. És ön hogy bírja itt? Ja. Egyszer egy hónapba bemegyünk a faluba, és... Tényleg? Önállát, ha. És azt megkérdezhetem, hogy ameddig nem mennek be a faluba, igen. Hogy tudnak szórakozni például? Magunknak. Szól a zene. Szól a zene? Persze. Meséket mondanak esténként, ahogy régen? Nem. Nem? Hát összegyűlünk itten a környékben, ilyen esetleg néha néha bográsulunk. Bográsulunk, aha. Tehát ez egy zárközösség akkor? Hát igen, azt lehet mondani. És mi lenne egyébként a kívánsága, hogyha tudna változtatni valamin? Ha megkérdeznék önöket, változtatás? Nem. Pénz kellene? Fiatalok kellenének? Mi kellene? Nem kell. Pénz nem kell? Aha. Értem. Az van mindig, amennyi kell éppen. Na, ez jó. Nem panaszkodik. Tehát mondhatjuk azt, hogy boldog ember maga? Boldog. De jó. Párommal itt lakunk, ugye gyerekek már kiröpültek. Komolyan? Hány gyerekük van? Kettő. Na, Isten éltesse. Egerbe laknak. Egerbe? De jó. Unoka is van. Szuper. Ön szerint mi végre vagyunk a világban? Nem tudom. Csinálja mindenki a dolgát. Na, jó, szuper. Ha mindenki a dolgát csinál, akkor semmi probléma nincs. Hogyha üzenhetne valamit a mostani elitnek, vezetőknek, hatalmasságoknak ott fönn Budapesten, mit üzenne nekik? Jöjjenek a vidékre, azt nézzenek szeljjel, és majd innek mondják meg a törvényeket, ne onnak fentről. Olyan én emberek viszont hozzák a törvényt, ugye, aki nem is látott még ilyet. Értem. Beszabályoznak bennünket teljesen minden. Tehát egyre jobban folytogatják önöket, úgy érzi? Hát igen, igen. Miközben a szabadság kéne, mert önök tudják, mivel itt élnek. De ugye, ha már valami kis támogatást igényel az ember, akkor egyből ők mondják meg, hogy már hány melyiket. Tehát jobb nem elfogadni a támogatásokat, ha jól értem? Hát igen. Aha. Tehát a szabadság a lényeg. Igen, igen, jobb ugye elvegyülni a többi közte, és akkor nem piszkálják az ember. Aha. Na, mihez ugye tudnak az emberről, akkor már együtt állnak. És hol találta magának a feleséget? Itt nincsen semmi. Nem, elvált vagyok. Amúgy. Uh-huh. És valami interneten tanulkoztam. Mondom, zseniális, zseniális. Akkor még én is remélhetnek, hogy találok valakit magammal. Főleg benti szabából, nem? Mindenki előtt ott van. Hogy lehet, hogy ide kellene költöznöm? Internet az elér mindenhova. Húha, az nem semmi. 12 év együtt vagyunk. 12 éve, de jó. Itten vagyunk, 10 éve. Láttam, hogy rengeteg szarvasmarhára ügyelt, most így jöttek visszafelé. Hogy bírja ezt a felelősséget? Hogy bír velük lenni? Gyerekkorom óta ezt csinálom, megszoktam. Mondták már, hogy nagyon szép kék szeme van magának? Az egész családnak. Az egész családnak igen. Van ilyen szép kék szeme? Ah, igen. Ezek a kék szeműek klubja, úgy látszik. Akkor ezúton szeretném megkérdezni, hogy mi a becses neve? Murvai László. Murvai László, én Fogel Frigyes vagyok, szabad filmes. Nagy öröm volt és megtiszteltetés, hogy tudtam egy picit beszélgetni magával. Én köszönöm. Minden jót kívánok és jó egészséget.
Gabi, így a vége felé, az utunk vége felé. A mai utunk. A mai utunk vége felé. Az jutott eszembe, hogy belenéztem ennek az embernek a kék szemébe, hogy nem valószínű, hogy ő tömi magát antidepresszánsokkal, meg még egyéb bogyókkal, ugye? Mi a véleménye? Egész napos zen meditációban van. Éjszaka alszik, átjár a másik világra a szelleme, reggel fel kell, elkezdi a zen meditációt, és estig zenben van. Nem idegeskedik sokat. És közben tereli a több száz szarvas marhát, ugye? Hát tulajdonképpen neki a jelenbe kell lennie, oda kell figyelni, a valós tejeneket terelgetni, kutyák odafigyelni, állandó jelenlétek igényel a munkája, mert különben szétszakad a tehén csorda. Na úgyhogy, zöld fiatalok, lehet jönni. Ez így működik.